És egyelőre ez se támad. Medve, Szabó Zsolt, egy hármas kintről. Köszönjük, hogy az első dobás pontos. Dugáté a lepattanó. Dugát is felvezetés, rögtön dob. Körtési próbál bemenni. Egy ütközés, Ripszó nincs. Szabó viszont jó helyen. 2-2. Egy kiosztás a betörésből. És jó Medve hármasa. Ives, ő is egy hármas. Jön a zárás, Medve viszi rá labdát, centerre vagy kiosztás. Dugát kintről, és ő is egy hármassal. Ives, egy dobócsel. Majd a kettes, a kosár jó. Szabó, nincs védő, de van hármas. Vissza Dugátnak. Dugát. És jó a kosár. Vence. A dobócsel. Másodszor repül el Heinlein. És jól osztják le 2-1-ben a labdát. Hellingsfeld. 5 pontos ezzel a triplával. És 30-27. De Baki válaszol a sarokból. De, és az a sér lepattanó, Kovács lövi előre, és Körtési dob egy szép kosarat, és a lepattanó ismét a miénk. Körtési nagy lendülettel dugát, Körtési, és a nem is zsák, de egy pöci lett a vége, és ismét robog előre, és falt. Dugát még, Kovács, jó a betörés, és jó az itzer is. Két védő közül kanalazta ki. Hellingsfeld. És fordul a félkörön belül át. Vissza Hellingsfeldnek, Körtélyes összjáték. És jó az 1-1. Olyan csak tudtuk megszerezni, Körtélyes volt szemfüles. Itt pedig Markovics dobásába javít Hellingsfeld. Dugát. Jó a leválás. Kicsit későn a segítő ember. Egy kinti dobás, nem jó a hármas. Dugát üti el a lepattanót, Kovács, Dugát, 3 az 1 ellen, Hellingsfeld, és egy óriási zsákolás Hellingsfeldtől, 52-44, közben egy szép egyéni akció. Sikerül, 11 pontos, Dugát, és jó a kosár. De rövid a második ezúttal. 12 pontos, Picajs, 58-54. Kezdem Dugát egy hármas kintről. Dugát jól megy át a védők között, és jó a kosár is. Ivens, és jó a középtávol is. A Sopronnak ellenünk, és az első dobás ki is maradt. Kovács hagyta ki, de Ivens volt szemfüles a lepattanónál. Dugát, ő is nagyon faltolhatnak, mert ott is megvan a négy csapatiba. Hellingsfeld, ez jó a passz négy védő között. Egy hármas kintről. Dugát még. Egy középtávoli, és jó a dobás. Dugát, egy hármas, és jó a tripla. Ivens, egy egy-egyet próbál csinálni. És jó az egy-egy. Fájvi jó a túloldalon. Ez is rövid. És a lepattanó miénk, lehet indulni, Medve, Dugát indítja, Frézer nem bántja Medvét. Dugát, egy betörés, és jó az itzer. Kovács, Kovács még, Dugát hoz, jön a betörés, egy középtávol és jó a kosár. 28 pontos Dugát. Nehezen mondhatom azt, hogy elégedett vagyok attól függetlenül, hogy játszottunk egy szoros mérkőzést a Paks otthonába, ahol azt gondolom, hogy a két csapatnak a két csapattal szembeni elvárások nyilván nem egyformák, és a célok sem egyformák, de ma egy, azt gondolom, hogy egy reálisan nyerhető mérkőzést engedtünk ki a kezünkből. Nem tudtuk hozni sem védekezésben, sem támadásban azt, amit az elmúlt, azt gondolom, másfél-két hónapban hoztunk. Nyilván ez a köszönhető a Paksnak is, de főleg az első fél időben nagyon sok hibával
kosárlabdáztunk, abszolút nem úgy működött a védekezés, amit megbeszéltünk. Ez azt gondolom, hogy a dekoncentráltságra is visszavezethető, de ettől függetlenül nagyon örülünk, hogy itt vagyunk a felsőházba, megyünk tovább hazai pályán, a Sopron ellen lesz egy nagyon nehéz mérkőzésünk szombaton, lépésről lépésre próbálunk előre menni, ezt meg kell nyernünk. Nagyon dolgoztunk erre a győzelemre, és szerintem ha nyanszokról beszélünk, mert ezt a döntőt, akkor is valahogyan úgy érzem, hogy tényleg megérdemeltünk a győzelmet. Olyan meccs volt, ahol inkább a támadások dominálták. Azt gondolom, hogy rossz ritmusba kezdtük a mérkőzést. Nem a megbeszéltek szerint játszottuk. Arról volt szó, hogy nem megyünk bele a Paks rohanos játékába. Ennek ellenére belementünk, és azt a Paks könyörtelenül kihasználta. Ezért volt az eredmény az első fél időben az, hogy kaptunk 54 pontot, amit ilyen, ha itt egy ilyen csapatot meg akarunk verni, az nem lehet. Másik fél időben már jobban játszottunk, de azt gondolom, hogy így is a nyerési esélyt halasztottunk el, de a Paks megérdemelten nyert. Volt náluk egy extra teljesítmény, a Dugáté, akinek gratulálok, mert tényleg nagyon jól játszott, úgyhogy sajnos nem tudtuk megfogni őt. Megyünk tovább, úgyhogy szombaton megverjük a Sopront remélhetőleg. Számunkra nagyon fontos meccs volt, mivel első két meccset középszakaszban elveszítettünk. Mindenki oda tette magát, nagyon kis dolgok döntöttek a meccset. Így továbbiakban is folytatni kell. Ezzel a teljesítménnyel örülök neki, hogy sikerült, és gratulálok a csapatnak.